Jó pár évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy Fonyódon újra női kézilabda mérkőzést rendezzenek. A fonyódi Petőfi Ese lányai a szomszédos Balatonbográt fogadták az NB3-as bajnokság első fordulójában. Mindkét csapat házatájának adtak nehézségek. Az elején egy kicsit öcögösen indult, de szerencsére most már elég jól megy ez a dolog, illetve most is pont jelentkezett egy új lányka, úgyhogy egyre többen vagyunk. Bogláron más jellegűek a problémák. Igazából másfél hetünk volt erre a mérkőzésre fölkészülni. Abból volt kettő, illetve három idézőjeles kemény edzés. Hát így sikerült. Igazából ebben a csapatban több van, és többet is fogunk belőle kihozni. Sajnos az idő, illetve a Balatonpartnak az adottságai miatt ilyen a felkészülésünk, amiatt. Most is van olyan, aki a munkából jött, még azért mindig tart az utolszezon, de hát mindenki itt él, ugye Fonyódon és Balatonbogláron és a Balatonpartján, hál' Isten, és hát ebből van ez a problémánk. A kis hiány teltház előtt lejátszott mérkőzés játékvezetői Bohár László és Markhard Zsolt voltak. A mérkőzés elején fejfel mellett haladtak a csapatok, de az idő múlásával egyre nőtt a különbség. A félidőben 16-8-ra vezettek a vendégek. A hazai csapat legeredményesebb játékosa Reichert Szabina lett a maga 6 találatával, ehhez jön még hozzá Tóth Piros 2, Bakozita, Fodor Barbara és Bors Viktória 1-1 találata, így alakul ki a fonyódi 11 gól. A balatonboglári csapat góljain 5 játékos osztozott. Makarésznél 9 találatot ért el, Buzsáki Barbara 7-et, Takács és Máj 5-5-5-5 és Gotárd Katalin 1 találatot szerzett. A mérkőzés krónikájához még hozzátartozik, hogy a hazaiaknak megítélt 4 7-méteresből csak 2-t sikerült értékesíteni, míg a vendégcsapat mind a 4-szer eredményes tudott lenni. Végeredmény 27-11 a Balatonboglár javára. Reális az a különbség a csapatok között? Hát abszolút reális, én úgy érzem, sőt, még hogyha, még egyszer mondom, a felkészülésünk jobbra sikerül, akkor ez nagyobb is lehetett volna ez a különbség. Ettől függetlenül dicséret illeti a Fonyódot, ahogy megszervezte akár a körülményeket, akár a csapatát. Értem ez alatt azt a 6 játékost, akit Bogláról igazolt, a valamikori bajnokaimat. Meg van szervezve, viszont még a maga a kézilabdázás egy kicsit hiányzik, a szakma egy kicsit hiányzik ebből a csapatból. Fizikailag letaroltak minket egyértelműen. Az első 20 percben gyönyörű szépen tartottuk őket, tehát az, hogy 2-3 góllal mentek csak el, szerintem ez annak tudható be, hogy tényleg fizikailag és kondicionálisan, illetve agyban teljesen egyben voltunk. Aztán elfáradtunk, illetve nagyon, nagyon sok olyan fizikai dologban kaptak, tehát ütés, sérülés, kisebb sérülések, amik miatt egy kicsit széthullott a csapat. Tehát ez a csapat, azért azt kell róla tudni, hogy igazság szerint vagyunk 3-an, akik rutinosak vagyunk, akik régebb óta kézilabdázunk, akik nagyon sokat voltak már meccseken, és az összes többinek ez volt az új. Tehát az első, amire azt gondolom, hogy gyönyörűen helytáltak. Tehát én nekem az volt a lényeg, hogy tényleg mutassuk meg, hogy igenis milyen csapat vagyunk, összeálltunk, és azért Boglárnak tavasszal félnivalója lesz.
Tehát akkor úgy kell ezt érteni, hogy egy út elején vagyunk. Mi ennek az útnak a vége? Mi a cél? Minél több pont, minél magasabb helyezés, de mindenképpen középmezőnyben szeretnénk végezni, és ez a cél, ez elérhető.